Lorino bánavadászfaluban. Csúcsföldi látogatásunk alatt lehetőségünk volt egy bánavadászatot végigkövetni. Engedélyt kaptunk arra, hogy megfigyelőként a bánavadászok mellé bejünk a csónakba, és láthatjuk, ahogy ezekkel a módszerekkel, ami számukra engedélyezett, hogy ejtenek el egy bálnát, melyet a vadászat vezetője a megpillantás után ellenőriz, hogy megfelelő méretű-e és fajtájú-e, majd megkezdődik a vadászat, ami órákon át, akár fél napon keresztül is tarthat. A hajók ugye üldözőbe veszik a kijelölt példányt, és a szigonyosok szigorú sorrendben támadják szegény bánánkat. Ugye miután az első szigonyos megjelöli a bánát tulajdonképpen, utána a narancssárga bója jelzi a bána útját, illetve nem engedni lesüllyedni szegényt, hogyha már több is belekapaszkodik a testébe. Az első két találatot láthatjuk, azt sikerült megörökítenünk, és utána még hárman, négyen megszigonyozták szegény állatot, majd később ugye partra vontatták és feldolgozták. A szigorú szabályok szerint és ezekkel a módszerekkel, amiket itt láthatunk, vadászhatnak ők bánát, csak étkezési célra, tehát semmi alkatrészt nem adhatnak el belőle. Ők és az eszkimók és Amerikában élő társaik azok, akiknek engedélyük van legálisan ilyen eszközökkel bánát vadászni.